Szép estét kívánok! Kedves nézőink, a mai fehérvári beszélgetésben egy rendhagyó történetről fogunk beszélgetni vendégemmel. Azért rendhagyó történet, azért valljuk meg, nem szokás, hogy mi megvitassuk valakivel, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség vezérkara kit nevezett ki, szövetségi kapitánynak ki irányítja a Nemzeti 11-et a következő időszakban. Most viszont ezt fogjuk tenni, mégpedig azért, mert ki hitte volna, természetesen Székesfehérvári az az ember, aki ebben a kérdéskörben, ebben a kapitányi kérdéskörben a leghitelesebb, a legautentikusabb. Vendégem Kül Lajos, szervusz Lajos. Szép napot kívánok minden kedves tévénézőnek. Már csak azért is, mert hogy George Lékenz, a flamand srác, aki már nem srác, hanem egy a futball szövetségi kapitány szintű professzor, a csapattársad volt, de erről később, hiszen aki esetleg elfeledte volna a te fantasztikus pályafutásodról, azért ejtjünk néhány szót. Talán menjünk vissza 55 esztendővel ezelőttig, amikor a Gantner Jani bácsi vezetésével te elkezdted a tehetségetet kibontakoztatni. 14 éves koromban kerültem a akkori VT Vasashoz, ugye az volt a jogelődje a Videotonnak. Volt egy ilyen, hogy Sóstói pályán volt egy torna bemutató 1962. júniusába, és a torna bemutató végén, kérem, volt egy foci meccs. Palotaváros játszott, kérem, Palotaváros és a Május egytéri Oskola. És mi győztünk 3-1 Palotaváros, kérem, és annak utána Csiszár Guszti bácsi, Csiszár István volt, de soha senki nem hívta Pistának vagy Istvánnak, mindenki csak Guszti bácsiként ismerte, oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy lenne kedvem a Vasasba játszani. Hát kinek ne lett volna kedve? Kimentem oda, kérem, a pályára, és hát egy fantasztikus társaságba csöppentem. Rövidre fogva a történetet, a helyzet az volt, hogy egy olyan ifibe kerültem, 14 évesen, 18 évesek közé, hát hogy először is, 42,5 kiló voltam, és 1,48 magas. Azt azért tudom, mert ha 1,53-at átugrottam magasba, nem sikerült a kísérlet, átszaladtam a létszalat. Tehát 1,48 magas voltam, és a többieknek, amikor a közönsége, felsorolkoztunk a közönség előtt, és úgy köszöntöttük az ezen oldalon lévőket, azon oldalon lévőket, a csík, piros kékek voltunk mi, a piros csíkére, vagy a kék csík éppen, itt voltam mellükön, nálam a gatyában volt a csík. Tehát így néztem ki, akkor voltam, mint egy kutyaüvegbe, komolyan, kis kutyaüvegbe. Aztán eltett négy esztendő. Azt csak annyit, hogy volt egy olyan ifi csapatunk, amely 117-11-es gólarányjal, pontvesztesség nélkül megnyerte az EU, vagy megnyerte a megyei bajnokság. Fantasztikus volt. Akik ellenfelek voltak, a Dunaújvárosi csapatok, a Dunaújvárosi kohász és a Dunaújvárosi építők. Hát őket is megvertük mindkét alkalommal, és így kérem, tehát pontveszteség nélkül 117-11-es gól. Tehát, nem tudom. És eltett négy esztendő, és tudom. Már is, ugye az imént arról beszélgettünk, hogy 50 éve annak, hogy a Videoton az első osztályon megmérettetett. Ebben a fél évszázados évfordulóban majd tevékeny szereped lesz, ha meghívod a társaidat, de így ugye, igaz. És négy esztendő múltán NB1-es futballista lettél még hozzá először a Videotonban, aztán természetesen az ország legnépszerűbb. Hát azért mondjuk, hogy a Székesfehérvár történetében először Székesfehérvár, tehát a Vidi, pontosan akkor VT Vasas. Ugye felkerült az első osztályba. Óriási történelmi pillanat volt. 1967-ben. Azt azért tegyük hozzá, nem akármilyen évet tutat maga mögött magáinak, 1967-tel kicsi hazán, kérem. Albert Florián, kérem, aranylabdás lett, Európa legjobb játékosa lett. Tehát olyan eredményeink voltak, ugye egy évvel korábban, 1966-ban, hogy oktattuk a világot, tehát Brazíliát, kérem, a többszörös világbajnok Brazíliát, már akkor ugye 1958-62-ben világbajnokok voltak, belével, kérem, és ugye, hát akárhogyan is, egy fantasztikus mérkőzésen, tényleg az egész világ szeme láttára, hát valami csodálatos leckét adtunk a braziloknak, amit soha nem felejtettek át. Ennek következtében Albert Floriánt meghívták, kérem, Brazíliába két hétre, hogy lássák már, ki ez az ember. Hát hogy viselkedik ez naponta, hogy tréningezik, mit étkezik, mit csinál, hogy szórakozik, tehát hogy áll össze a napja, hogy tulajdonképpen ez volt az ember, lássuk már közelről, aki megalázta Brazíliát, meg a csapata.
Aztán kiderült, hogy vannak tehetségek itthon. Hála Istennek! És akkor 1967-ben lettünk ugye első osztályos. És akkor ez 67. Sajnos az első évünk az, hát nem akárkik voltak. Hát a magyar labdarúgás csúcson volt. Hát nem volt könnyű megkapaszkodni. Sajnos első évben nem tudtunk megkapaszkodni. Mindent elkövettünk annak érdekében, de hát szuper csapatok viszont voltak. Viszont a te utad egyenes volt. Utána a Magyar Labdarúgás Nemzeti Színházába vezetett az utam, meghívtak, és tehát annak nem lehetett ellenállni. Tehát ugye, amikor odaértem, a Ferencváros híres, nevezetes múzeológus, kérem, Nagy Béla, mondotta, volt kérem, hogy Lajoska, figyelj ide, kétfajta ember létezik a világ. Egy, aki Fradi szurkolónak születik, kettő öregem, aki azzá válik. Na most én a második kategóriához tart, ilyen nincs is. Tehát komolyan mondom, ott edzésen többen voltak, mint az MTK meccsen, kérlek szépen, még akkor is, 1500-2000 ember volt a tréningünkön. Komolyan mondom, volt, aki a Muha Jóska ballábas játékos nem merte gyakorolni a jobb lábával való rugás, azt mondja, kidumálnak a csapatból a szurkolókat, hát ilyen nincsen. Az én leple alatt, kérlek szépen, gyakorolt ott a rugófalon, komolyan mondom neked, hogy kérlek szépen, ne szúrják ki a szurkolók. A szurkolók bekiabáltak a csapatba, és a szurkolók kikiabáltak a csapatba. A Ferencvárosnak van, most is, hogy látod, még a gyalázatában is, most összejött az úgynevezett, hogy mondjam, hát, a rossz csontokkal együtt, kérem, hogy 20 000 néző. Így van. Hát, én nem is tudom, hogy hányszorosa volt annak, ami az összes többi mérkőzéseken így volt. Így van, és a másik 20 meg nem tud bemenni. No, de folytassuk. Na csak innen. Még egy dolgot, akkor 80 000 néző, 75-85 000 nézőt játszottuk a kettes mérkőzés, és a Ferencvárosnak köszönhetően, mert a Fradi volt mindenek előtt a népnek, a nép csapata volt, no. Most is az. És akkor 72. 72 ez egy olyan esztendő a pályafutásodban, ami meghatár, akit ha csak az egyik lett volna meg, én már akkor igen. Is azt mondom. De neked viszont olimpiai ezüstérem Münchenben, illetve te vagy az utolsó, aki gólt lőtt Európa-bajnokság döntőjében. Negyedikek lettetek, fanyalogtunk, igen. Csak 12 fanyalogtunk, éves... kertek alatt közlekedtünk. Igen. Komolyan mondom neked, hogy kertek alatt közlekedtünk. De először még az olimpiát. Tehát ugye az olimpiát, te boldogságos úristen, könyörögtek, képzeld el nekünk. A döntő előtt könyörögtek a lengyelek, hogy játsszuk döntetlent, mert az volt a versenykilás, hogy döntetlen esetén se a harmadik, negyedik helyért, se az első, második helyért nincs hosszabbítás. Történt azt, kérlek szépen, a harmadik, negyedik, a dicsért Szovjetunió, Szabó Jóskájék, Blohinék játszottak, kérlek szépen Lengyelországa, tehát a Látó, Dejna, stb. Tomaszewski, Gorgon, stb. Egy csúcs generáció volt ellenük. És kérlek szépen, 87. percben még Szovjetunió vezetett 1-0-ra, és 3 perc alatt megfordították, kérlek szépen, Dejna két gólja volt, és Lengyelország győzött. Úgyhogy, hát képzeld el, hogy a döntőbe, amikor bekerültünk, a Sárosi Laci volt kiküldve, Sárosi Laci bácsi, kérem, a Ilovszky Rudolf által, kitűnő szövetségi kapitányunk által, hogy szemléljen meg a mérkőzést, akkor jegyzeteljen, mit kell tudni ezekről a csapatokról. És az olyan, Rudikám, amikor kérdezte, Lacikám, mesélj akkor a lengyel csapatról. Rudikám az olyan, ne haragudjál, a helyzet az, hogy az oroszok vezettek végig, kérlek, a 87. percig, egy mondatot nem írt a lengyel csapatról, érte? Hát az nem lehetséges, Rudi bácsi, hát Lacikám, az nem lehetséges. De Rudi bácsi, ők domináltak, az utolsó 5 percben föltámadtak, és eldöntötték a meccset. De mindegy. Ők könyörögtek nekünk, magyaroknak, a Dvábratánkitől, a történelmi barátok vagyunk, mert a keletnémetek meg az oroszok mélységesen gyűlölték egymást, de mégis megegyeztek abba, hogy 2-2 lesz a meccs. A szovjetek szerezték meg a vezetést, keletnémetek kiegyenlítettek az első félidőben. Második félidőben a keletnémetek szerezték meg a vezetést, az oroszok kiegyenlítettek, és rihegtek, röhögtek. Újság írta, hogy skandalum, hogy ilyet nem szégyellik magukat, kérem, hogy nyílt színen viccet csinálnak ebből a sportágból, és akkor még utolsó mondat, hogy odaírták, ezek a csapatok gyűlölik egymást, majd most jön még a két történelmi barát, a magyar és a lengyel, kérem, hát az lehet, hogy 9-9 lesz, vagy 0-0, de az biztos, hogy döntetlen lett. És ezt húztuk át, kérem. Könyörögtek nekünk, még egyszer mondom, hogy játszunk döntetlen. Mi azt mondtuk, hogy fair alapokon. És hát nekik el. Fél időben vezettünk 1-0-ra. Megyünk be az öltözőbe, kérlek szépen. A Bayern München öltözőjét kaptunk, mert kétszeres olimpiai bajnokok voltunk. Ennek következtében mi voltunk magasan respektálva. Ők meg indultak még öltöző, érted, tartalék öltöző. És akkor, hát kérlek szépen, fél időben megyünk be, egyszerűen
a jobb oldalon ülők nem láthatták a bal oldalon ülőket, mert annyi ember volt ott. Ezek úgynevezett téglák voltak, akinek a feladatuk az volt, hogy jelentéseket írni a játékosokról, mert mindenkiről azt érte, akiről csak tud. Egymást csókolgatták ott keresztül. Még egy dolog, jövök be az öltöző, itt jobb oldalon, 4-5 láda tokai, a utolsó pontosabban, a legmagasabban fekvő ládának a tartalmát láttam, tokai aszú. Hát, figyelj, a győztes meccs után általában a focisták nem tokai aszút szoktak inni, az vagy, mivel félig meddig kicsit borkereskedő is vagyok, az kérlek szépen aperitív, tehát előital, vagy pedig a desszert melléké lesz. De semmiféleképpen nem ilyen diadal után, amit ők gondoltak, kérlek szépen, meg mi is, hogy az lesz. Hát, hogy mondjam, megyünk ki a második fél évben 1-0-as vezetés tudatába. Tudtuk, hogy döntetlenné is olimpiai bajnokok vagyunk. Második fél közepén Dejna nevű úriember lövésre szántál, szántál el magát zúgó esőbe. Géci Pista simán megfogtam a labdát. Egy probléma volt, hogy a labda az ötös vonalán, kérek szépen, földre, és akkor felgyorsult, és egy-egy. Hát mondtuk, semmikor volt a gyerekek, hát elférünk egymás mellett, semmi probléma nincs. Aztán történt még egy dolog, hogy a Gadol nevű balszélső eliramodott a balszélen, Kozma Miska barátunk, a jobb szélsőnk, leszerelte. Ő is elkezdett cselezni, Gadol visszaszerezte a labdát. És belőtte középre, egy olyan 25 méterre egy Szoltisik nevű alacsony srác, egy középpályás, kapásból rárúgta a labdát. Ez körülbelül egy olyan 4-5 méter el is ment volna mellé, kapu mellé, csak történt az, hogy említettem, zuhogott, és egy tolcsába megállt, kérek szépen. És az, hogy ez fog történni, arra csak egyetlen úriember gondolt, a pehünk nekünk az volt, kérek szépen, hogy nem a mi deszünkben volt. Úgy hívták megint, Kazimisz Dejna, pirosba, érte. Rálépett a labdába, ő is azt hitte, lesen van, tehát offside, tehát mit tudom én, mert meg lesen is állt, ez úgy rohant a labdára. És a Géci Pista meg ment már ki a touch bíróhoz, kérek, ott reklamálni, hát, hogy les volt, mert nem látta, hogy felemelte volna a zászlaját. És kérek szépen, a játékos társai, amikor visszafordult a Dejna társai fele, hát gondolom, mondták, rúg be, te őrült, hát nem fújt a bíró. Azt egy méla udorra bepasztolta. Köszönöm. Ezzel kikaptunk. Ezüstérem. Igen. Viszont a EB4-es döntő, függetlenül a negyedik helytől az tetszik, nem tetszik, a sikernek lehet. Most már utólag igen. Utólag, akkor komolyan mondani neked, tehát úgy így néztünk rá, negyedikek csak. Az, hogy volt egy ilyen előcsatározás, ilyen csoportban voltunk, hogy Franciaország, Norvégia, Bulgária, nem jelentett problémát. Legjobb 8 között voltunk, kérlek szépen, Románia ellen, akkor úgy titulálták, hogy baráti Románia. Tehát ugye, az se volt probléma. Ugye a 3 meccsen, mert akkor az történt, Budapesten 1-1 volt, Bukaresten debütáltam én a válogatottba, ott 2-2, de az a normálisan, ugye idegenbe lőtt gólok, a normálisan te vagy a továbbjutó. Tehát Magyarország lett volna, nem, ott azt mondták, csak a pontok számítanak. Ott a meccs után villám gyorsan, kérlek szépen, beletettek egy kalapkába 2 városnevet, Isztambult és Belgrádot, és akkor sorsolni kellett, hogy vagy itt vagy ott, játszunk a győzelmét. És akkor kihúzták gyönyörűt Belgrád, és akkor ott győztünk 2-1-re. Na most annak az emlékét itt viselem, kérlek szépen, itt viselem. Történt az, hogy egy Deleanu nevű úriember, ő volt a baráti, mellett elgurítottam a labdát, másik oldalon megkerültem. És akkor ez az úriember nem számított erre, belém rohant, 3 foga kiesett, kérlek szépen, és a második, tehát 3 foga kiesett, a másnap már írták, kérek szépen, a erdélyi újságok, hogy nem csoda, hogy Deleanunak, kérem, kiulott 3 foga, hiszen kőbe harapott. De mi győztünk, és akkor tényleg óriási mulatozás volt, és mit tudom én, sok százan vártak Ferihegyen, éjszaka, mit tudom én, legkelősebb. Ez egy sikersztori. Folytassuk, hiszen meg kell, hogy érkezzünk azért Lékenszhez. Ugye a pályafutásod csúcsán voltál, és akkor egyik pillanatról a másikra azt olvastuk mi, fiatal fővel, hogy Külali nincs. Mármint hát akkor nincs Magyarországon. A nevet nem lehetett kiejteni. Én még emlékszem arra, hogy szegény Vitrai Tamás közvetítette a megdöntőt. Na, és az akkor az még azt hittük itthon, hogy egyrészt börtönbe vagy, mert ezt mondta a hivatalos sajtó. Na, egy pillanat, csak annyi, Lajoskám, annyi volt, hogy 2 héttel a döntő előtt írták, hogy Külali is ismét hallat magáról. Egy liezsi kocsmába, kérem, összetűzésbe kevered a rend helyi őreivel, minek következtében szó szerint, az őt legjobban megillető helyre a liezsi börtönbe került. Puff neki. 2 hét múlva, kérlek szépen, legyőzve a Juventust,
bejutottunk kérlek szépen a döntőbe, és ugyanez újság azt írta, feltételezhetően a magyar származású Kül-Lajos is, kérem, ott lesz a küzdőköd. Egy 9-10 hónapja voltam egyébként kint. Egyébként a képernyőn nem lehetett nem észrevenni, hogy te játszol, ilyen mert nincs. Hogy kétbetűs játékos név egész egyszerűen nincsen, és akkor már felírták, ugye. No, a lényeg az, hogy a neved nem nagyon hangzott. Nameten Kül. Igen. Vitrait. Képzel, jön az öltözőbe, kérlek szépen. Jön be az öltözőbe a belga televíziónak a kommentátor, Rigdel Szádja, Lajos, Légyos, mondja, Légyos. I have spoken to Thomas. Beszéltem a Tamásra, Vitraival. I told him, mondtam neki, azt mondja, hogy there is a Hungarian guy in a squad. Tehát van egy magyar srác a csapatban. Kérdezte, who? A Vitrai kérdezte a Rigdel Szádja. Azt mondja, Légyos, Kül. Gondolatot, tudtad? No. Egy szót nem lehet. Tehát ezt a történetet már ugye hallottuk, de tőled mindig fantasztikus. Viszont akkor most megérkeztünk abba a Brüsszbe, ahol csapattársad volt, egy flamand srác, aki egy, mint minden belga, vagy mint minden flamand, született flamand, egy egészen más kultúrát. Helyesen mondod, tehát nem belgát mondtál, le a kalapa, képbe vagy Lajoská. Igen. Itt belga, csak a király, kérlek szépen. Igen. Azt mondja, ő mondja magára, hogy zsöszügy beles. Az összes többi vagy flamand, vagy valón, vagy van egy német kisebbség, tudod, ott Einaten környékén, ott Ahe mellett, kérlek szépen, a határ innes jól. Tehát a lényeg az, hogy ott volt ez a flamand srác, aki kemény volt, ezt te magad mondtad, kemény volt. Kemény volt. Hát Dalnoki Jenő puha gyeres, puha srác volt. A Jenő puha ember volt. Hát a Jenő fénykorában kérlek szépen mezítláb rugdalta a tribüna oldalt, úgy melegített be a Dalnoki Jenő. És ha nem úgy, nem volt kemény, nem volt ebéd otthon. Ott harmadik sorba jut apukája, anyukája, nincs ebéd. Hogyha nem volt, tehát nem harapott a Jenő. Na most a Lékenz, hát hogy háromszorosan túltette. Én még ilyet nem láttam. De mondjuk Belgiumban ideális volt kérlek szépen a körülmény. Olyan értem a pálya, mert Belgiumban nem kellett locsolni a pályát, mindig esett, mindig esik. Mindig esett mindig az edzéseken is, esett mindig a meccseken is. És kérlek szépen 8-10 méterről a 46-os galétapos csukájával kérlek szépen bedobta magát, hogy figyelj, most is ki van taposva a fű. Mennyire most is volt kopva a fű. Tudatos ő? Olyan respektet, olyan tiszteletet kapott a csatároktól, hát ki akart lesérülni érte. Az eszét elveszítette szinte, de annyira küzdött és hajtotta, vitte a szíve érte. Hihetetlen szívjáték. Védőjátékos volt, tehát ő nem bocsátkodott kalandokba, mint a Krieger, a védőtársa, aki 12 gólt rúgott, mint középhátvér, érte. Eddie Krieger, az osztrák válogatott a Rapidból. Ő a biztosít ember, de szuper biztosítás. Ott mellette nem lehetett elmenni. Nagyon ritkán. Ugye nagyon ritkán. Egy évvel fiatalabb volt nálad, igen. És ugye ő már 72-től igen. A Brüsszben játszott, nyert 5 bajnokságot, kupát, igen. Veled együtt. Akkor értünk. Szuperkupát, és így tovább. Amúgy na, de csak azt akarom, Lajoskám, ha megengedett, hogy ha lejött a pályáról, ez a világ legaranyosabb, a világ legkedvesebb, a legbarátságosabb, a humorérzéke valami egészen fantasztikus. Még akkor táncolni, tehát a zenés, táncos, bolt, minden, amit el tudsz képzelni, egy fantasztikus ember, szuper sármőr. Ami rálépett a pályára, öregem ott teljesen megváltozik. És el tudom képzelni, hallottam a srácoktól, mint edző, ugyanazt követett. A pályán ott nincs vicc, nincs tehát humor. Az azért kiderült már, győzni amikor a, tehát futballistaként kiderül azért általában, hogy kinek van edzői vénája. Na, ő kérlek szépen, te egy évvel idősebb, jól látta a focit. Egy évvel igen. Idősebb voltál nála. Ő volt, Kurant volt, Van der Leyen, akik tehát próbálták elemezni a játékot. Akik már figyelik arra, hogy igen, mit mond igen, a mester, és hogy igen, később igen, hasznosítani ő tudják. Tudatosan készült, már beiratkozott korábban, mindenki tudta, beiratkozott a helyzetbe, és a legjobb minősítéssel végezte azt. És nem akármilyen, tehát ez is nagyon fontos, ugye Ernst Happel volt az edzője 4-5 éven keresztül. Egy edzőlegenda. Hát edzőlegenda, hát a világ egyik legjobb edzője volt ki, a fantasztikus edző volt, és akkor ugye ott pallérozott, ott tanult, és odafigyelt minden tettére az osztrágnak. Fantasztikus edző volt, érted? Ernst Happel mondja, hogy uraim, egy edző, én is maximum 20%-ot tudok hozzátenni a játékotokhoz. De annak az, hogyha az ilyen hatékony volt, mint a Happelnál, akkor az elég volt.
Tehát eszméletlen, hogy mondjam. Tehát nem csak a Brügnél, hanem kérem, fantasztikus sikereket ért. Tehát Európa Kupa győzelemre vitt a Hamburgot, a Feyenoordot. Hát világbajnoki győzelem, ott voltak kérek szépen, hogy mondjam, egy centin vagy két centin a világbajnoki győzelemtől is, mert ő volt a szövetségi kapitánya. Szinkronba Brügi edző is volt, és együtt ugyanúgy egy időben kérlek szépen a holland nemzeti válogatottnak is az edző volt 1978-ban. Na most Renzenbrink 3 perccel befejezés előtt a holland válogatban az, és kapufát lőtt. Utána nem is, ha az döntetlennél. Döntetlennél az argentinok, ha az bemegy, ők a világbajnokok. Tehát akkor mindent megnyert volna Appel. Igen. Így csak. Ti nagyon sokat tanultatok tőle, egyértelmű. Appeltől, hiszen bárki is a mesterének vallotta, játékosként vagy edzőként, későbbi edzőként, az nyilván fontos volt. Milyen edző lett belőle? Figyelitek egyáltalán a pályafutásot? Figyeltem, tehát nálunk is volt, a Brügi edző volt, ott azt mondták, hihetetlen jól motiváló volt. A Appeltől hihetetlen módon tudta motiválni át, az nagyon fontos. Tehát, hogy elhidd azt, hogy te meg tudod csinálni azt, amit kér a tréner, érted? Tehát, hogy egy csatárnak bemagyarázni azt, hogy olyan önbizalmat adni. Tehát önbizalmat elő. Merd megcsinálni, vagy tudom én, 18 méterre azt a köténcset, mert soha senki nem számít rá. Vagy nagyon ritkán számít rá. És ha megcsinálod ezt, hát megrettennek, megrémülnek, hogy mit nem meg mert csinálni ez a pali. És a csapatodat erősíti önbizalommal, téged is, a csapatodat is, azt meg gyengíti. És őrületbe kerge. Hát mit megmereszt, milyen szemtelen csibi, csavargó az érted? Ott megmeri csinálni, vagy itt tudom én a 11-es ponton. Egy flagma, itt tudom én külső mozdulat, boka mozdulata kérlek szépen a lába között. Világos. Hát és ez óriási dolog. Folytassuk. Tulajdonképpen azért motiválni. Gondoltam, hogy az ideális beszélgetőtárs Lékenszről te vagy, mert egyik oldal ugye együtt játszottak. Nagyon jó viszonyban voltam vele. Nagyon jó viszonyban volt. Intelligens úriember. A másik oldalról pedig érdekes, hogy megint ott vannak a fanyagok. Ugye azt tudnunk kell, hogy ugye Brüsszben, Antwerpenben, Mehelemben és egy csomó más helyen is rengeteg ember játszott. Sárruában és így tovább. Fazekas Lacit olvastam, Bodonyi Bélát, Gyimesi Lacit és így tovább. De azért számomra mindenképpen... Tehát te mindkét vagy... csapatnak, Anderlecknek is, meg a Brüsszsnek is volt edzője. Lókerennek, Salerra, stb. Viszont azért Tunis, Algéria és a Trabzonspor. Hiteles pedig azért vagy, mert hogy egyik oldalról játékostársa voltál, egy sikeres időszakban, voltam vele. Ugye a másik ilyen ember szintén Székesfehérvár, és sajnos diszlaci beteg, azért nem lehet itt velünk, hiszen vele pedig egy nagyon fényes időszakot ért meg a Brügge megint csak. Tehát amikor én azt mondom, hogy fanyalgott, például Fazekas Laci fanyalgott, ugye azt tudjuk, nem is érti, vagy jót, vagy semmit, tehát ugye nem akarok. Ugye Antwerpenből beszél, viszont a többiek egyként megállapították, hogy a belga az remek iskola volt számukra, mármint a Gyimesi Laciék, Bodonyi Béla. Gondolom is. És hogy ők el tudják képzelni azt, hogy ahogy mondtad, hogy ugye mindkét brüzsi csapatnak volt edzője, Lokeren, Sárvár, Anderlecht, Algéria, Tunézia. Trabzonspor, Róda. Igen. Tehát Róda az a holland. Kérlek szépen, ez Trabzonspor nyilván... Mit gondolsz, hogy milyen gondolatokkal jött Lékenz hazánkba? Egy biztos, hogy okos, még egyszer mondom, 4 nyelven beszélő, okos, intelligens ember elemezte a lehetőségeit. És látta, kint volt kérlek szépen Franciaországban, látta, hogy ott milyen eredményeket, hogy értünk el, és milyen közönségünk van. Egyszerűen a hót szerelmes a magyar közönségbe is. Tehát, hogy amit ott próbál, hát ilyen nincsen. Hát én is láttam egy ilyet, kérlek szépen, hogy a nagy vonulásra, tudod, amikor Izraelre játszottunk, az egész világ láthatta azt, kérlek szépen, hogy a bazilikától elkezdett vonulni a tömeg, 25 ezer ember érte. Másnap az újságban benn volt, a francia újságban, La Provence, ez az újság, Bienvenue à Hongrie, ekkora betűkkel. Isten hozott Magyarországon. Hát éljet a világ. És akkor látják, hogy a bazilikától vonul csodálatosan, itt tudom én, tele zászlókkal kérem a magyar kart, tehát a magyar szurkolótábor. És nem balhéztak. És a legnagyobb tényleg fegyelemben, és akkor jókedvel, és akkor a legjobb meccset játszották utána, kérem, Portugáliába. A legszebb gólt rúgta a Gelazoli. A legjobb meccs volt. 3-3. És hogyha most jó, ilyen nincs, hogy a futball. Ele persze, akkor mi győzünk érted. És akkor Portugália sehol nincs. Tehát ebbe beleszerelmesedhetett. Igen. Többet. És elemezte a helyzetét, hogy reálisan ki tud-e jutni. Mert egyértelmű, azt mondta, kérem, a cél az, hogy kijutni. Nincs az, hogy majd meglátjuk, építjük a jövő csapat. De ezt mondja, azzal nem is szabad szóba állni.
Nem is szabad, a jövő csapat, igen, építjük, de úgy, hogy én kimegyek, én néző vagyok, kimegyek, akkor győztes csapatot lássak, vagy egy úgy teljesítő csapatot, ami nekem tetszik. Igen. Tehát én nincs, jövő csapatot építjük, és akkor fel vagyok mentve az el. Nem. Azonnal produkálni, azonnal eredmény hozni, azonnal, amit vállalt, kérem, vagy fel tudja hozni, vagy nem. Vagy meg tudja csinálni, vagy nem. Szerinted az a fiatal edzőgeneráció, akik most már kopogtatnak, a Szélesi Zoliék, Szabics Imrék, Bódog Tamás Diós Győrben, és nem sorolom tovább, igen, de remek srácok mindnyájan, mit tanulhatnak meg tőle? Hát mindaz, amit ő, tehát itt generációkra generáció megy. Azt mondom, nagyon keveseknek adatott az meg, hogy a világ legjobb tréner alatt nevelkedjenek. Ő 5 évet, és okos, intelligens ember lévén, hát nyilvánvaló mindenre odafigyelt, mindenre kitelett a figyelme, és azt mindenfele azért igyekszik, kérek szépen, meg még valamit. Állandó jellege képezi magát. Ide megy, oda megy, tanult. Nem csak a helyzenen, hanem itt is, ott is, amúgy Németország, stb. Mindenütt képezte magát, és tényleg, mint a jó pap, holt a napjáig. Nincs, tehát nem volt határ, ebbe se. És teljesen azonosult ezzel, átszellemülve, imádja, szereti a sportágát, és nyilvánvalóan komoly eredményei vannak. Na de itt is természetesen a helyzet az lesz, hogy az eredményei után értékelik őt is. Világos. Ő ezt elemezte, és úgy döntött ennek ellenére, tehát ugye, hogy emellett, tehát hogy reális esély van arra, az ő képességével kérem, hogy ezt a csapatot kérem a világbajnokságra kivezeti. Pontosan Európa bajnokság, ami 2020-ban lesz. És ráadásul részben Budapeste. Igen. Részben Budapeste, ugye. Jó. Na, nyilvánvaló, megvetette ezeket a dolgokat, annak után azt mondta, hogy igen. Jó. Lajoskám. Értelmesen. Én hiszek neked, mint mindig. Mert én is igyekszem mindig, kérlek szépen. És neki, akkor bizakodó vagyok, mert én azt gondolom, hogy észérvekkel és nem csak lelkesedéssel is alá támasztató, hogy Csányi Sándor elnök urunk jól választott ez ügyben, biztos vagyok. Közös érdekünk, mert hogy ugye a jövő csapata nem érdekes nekünk, az érdekünk, hogy 2020-ban az Európa-bajnokságon Budapesten egy remek magyar válogatott láthassunk. Pontosan. És hogy vonuljanak az emberek. Keményebbnek kell lennünk, harcosabbnak kell lennünk, minden négyzetméterért küzdeni kell, harcolni, okosan, ésszel, bölcsen és szuper motivációval. Miért ne? Miért ne? Én bízom benne. Sok sikert kívánok neki. Sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy megtiszteltél, és megosztottad a gondolataidat. Hajrá, magyarok! Kedves nézőink, tehát hajrá, magyarok! Zsors Lékenc lett a Magyar Szövetségi kapitány, és Gülajos, aki barátja és játékostársa volt, is bízik benne. Tegyünk mi is így. Megérdemli a bizalmat. Mert hogy megérdemli a bizalmat. Biztos. Gülajos. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok. Viszontlátásra. Köszönöm.